Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét a Hearts of Iron 4-ben. Ez egy kicsit rendhagyó videó lesz, ugyanis most multiplayert fogunk játszani. Bizony, 1v1-ben multiplayert. Ilyen még nem volt a csatornán. És Németország versus Szovjetunió játékot fogunk játszani. Dani lesz a szovjetekkel, a németekkel. Tudom, hogy nemrég volt mindkét nemzettel videó, viszont 1v1-ben multiplayer még nem volt. Bizonyos, nagyon minimális alapszabályokat fektettünk le a multihoz. Ez körülbelül annyiból állt, hogy nem lehetett 4-es fortól nagyobbakat építeni, nem lehetett boostolni, nem lehetett random forgolókat csinálni, hanem a történelmi vonalon kellett végighaladni, és mindenki elfoglalhatta azokat az országokat, amiket a valóságban is ezek a nemzetek elfoglaltak. A játék során azért mindenketten ejtettünk elég szép hibákat, én speciál nagyon sokat. Partvédelemre nem figyeltem, manpowerre nem figyeltem, stabilitásra, war supportra, egy idő után a képzésekre sem, úgyhogy voltak hibák. Tudom, hogy nagyon sokan szeretik azonnal, amint meglátják ezt írni, hogy de hát azt így meg úgy kellett volna, nyugi. Mi is tudjuk, én is tudom. Ez egy fun játék volt egyébként. A végkimenetelét egyébként ezzel, hogy mondjam, nem árultam el egyébként. Attól függetlenül, hogy voltak hibák, egy nagyon izgalmas játék volt. Úgyhogy, hogyha érdekel, hogy mi történt, és ki nyert, akkor nézzétek végig a videót. Azt gondolom, hogy nem tudok más mondani, jó szórakozást hozzá. Bocsánat Lajos, még egy kis információ. Annyit hozzátennék még, hogy a játékot természetesen megvágtam, hiszen ez körülbelül 6,5 óra gameplay volt. Az elejét alapból szerintem eltugorjuk, mármint amennyire lehet, nyilván bizonyos részekbe beleugrunk, de az unalmasabb részeket abszolút ki fogom vágni, ugyanis hát 6,5 órán át ez így nem lehet túl izgalmas. Plusz, amúgy is láttátok már körülbelül egy hónappal ezelőtt ezt a németországos végigjátszást. Aki nem, az nézze meg. Úgyhogy még egyszer, jó szórakozást. Köszi. Ha olyan van, akkor megbeszéljük. Oké. Jó fájtolást. Én várok. Igen, neked most szerintem egy másfél óra üldögélés lesz. Nem baj, addig megépítem a 4-es fort rendszeremet. Remélem az összes mezőre teszel egy 4-es fortot. Mindenhova, minden egyes helyre. Igen, puska nem lesz, de fortok azok lesznek. Hú, az, azzal tele leszünk. Hűha. Egységem az van. Ja, csak sok a szar. Sok a buzi. Jó, a buli csak sok a köcsök. Igazából szóljtja meg. Oké, egy pillanat, mindjárt. Ahogy engedi ötösön pörgetni, akkor így nyomatom neki. De az elején úgy fogok lófasz se történni. Érdekes. Engedi, de amúgy meg vinyog, hogy lemaradsz. Vinyog? Van, hogy bevillan egy pillanatra, aztán el is múlik. Ez az, mert a 4 éves terv. Nekem 5 éves van. Az ratyi.
szerintem meg sokkal jobb. Az én tervem sokkal jobb. Rendben, főnök. Soros terv. Azaz, az öreg Soros. Ha tudná az öreg. Wow. Jaj, Etiópia? Az AI ügyesebb volt, mint Gábor meg Briscsák egyik próbálkozások során. Nem raktad magasra a lécet, azért valljuk be. Jaj, Istenem. Kell Chrome. Veszek Chrome-ot. Itt vagyok. Na, jaja. Na persze. Csak szólj, ha kell. Jó, jó. Vettem itt a török barátaimtól. Á, kurva anyuka, mindjárt megölöm őket. Jalmar Schacht. Construction speed. Halló? Hát, nem lenne, ki kéne találni. Ez az, még egy tanácsadó. Nagyon jó tanácsokat fognak adni neked. Az biztos. Megtanácsolják, hogy hogyan foglak megölni. Új, új. Hoppá. Nagyon félek. Jaj, ne! Fájni fog. Manstein. Csak a seggemet ne. Hogy mi? Nem, semmi. Manstein, jó lesz. Manne. Na. Hoppá, indul a buli. Várj, leállítod egy pillanatra? Aha. Nem tudom, hány embert küldhetek. Azt hiszem te hármat, én kettőt. Ó, oh, persze, hármat. Hetet. Micsoda? Igen. Hetet tudsz küldeni. Igen. Hogy a picsába? Én nekem sose, én sose tudtam ennyit küldeni a szovjetekkel. Úgy látszik, én jobb játékos vagyok. Ez igen, kérem. Hé, hey, most már csak hatot. Ja, mert az előbb én a nacionalistáknak akartam küldeni. Ja. Nekik nem akarok. De hogy küldhetne a... Na jó, mindegy, ebben is menjünk bele. Én hatot küldök. Hát én akkor gondolkodom, hogy nem küldök semmit. Mehet? Megy. Mehet. Viszont így lehet nem ötösön kéne, hanem ja, négyesen vagy nem tudom. Ja. Viszont ha odaérkezel, ahova gondolom, hogy érkezel, akkor meghalsz. Igen? Lehet. Be fog dobni Bilbaóba, vagy valami ilyesmi? Én attól tartok, hogy lehet. Az nagyon jó lenne amúgy. Így tetszene? 7 tank hadosztály, goodbye. Csak nem fog bedobni Bilbaóba. Csak nem. Csak nem, ez mikor milyen, érkezek. Milyen gondosz lenne már? Augusztus 5, még 3 nap, addig hát elfoglalják a fasiszták Bilbaót, meg Oviádót. Nem, amúgy szerintem az a Barcelonába fog dobni téged. Azzal kiegyezek, és hova dobott? Valenciába. Az is jó, vagy jobb, mint a semmi. Annál sokkal. Te jöttél végül? Jöttem, láttam, győztem. Akkor megkereslek.
Ne bántsál már! Nem mondta, hogy bántalak, csak megkereslek. Azt szabad. Hát menjetek már a vonattal, azaz, üljetek fel. 18 nap múlva érkezik meg Zsukov. Hát mi a faszomat csinál addig komolyan? Hát... azt. Befehle? Bereit. Ihre Befehle? Tja, ey, mal mal. Engem támad egy hadosztály, és folyamatosan 90-en van az izé. Igen, átérzem. Miért kapok mínusz 90%-ot vedőrből? Az azért durva. Mit küldtél? Mit? Tankokat. Meg az olaszok is mentek. Hát, én meg egyedül vagyok. Jó, hát de... az olasz AI az... kicsit inkompetens. Egész Olaszország inkompetens. Hát amúgy... ha már itt tartunk. Az olaj problémámat hogy fogom megoldani így egyébként? Megölsz. Hát is egy megoldás, igen. Bár nem feltétlenül erre gondoltam. Haló? Igen? Mennék. Nem mész le sehol. Ömlenek a spanyol hadosztályok. Hát mert ugye most itt felszabadultak éjszakon. Igen. Az nagyon megfogott, hogy egy negyed óráig feltartott egyetlen egy kurva hadosztály, mert támadott engem. Ez is érdekes, hogy... igen, ez a mínusz 90% vedőr, ez így konstans itt van. Hát, van egy hadosztály, érted? És ilyen... itt van két olasz, itt van a két német tank, van körülötte öt nacionalista spanyol, és ütjük úgy, hogy el van vágva mindentől, és nem megy le a... izéje. Ezt így nem tudom hova tenni egyébként. Haló, te mit csinálsz itt? Nem, semmit. Menjél innen! El. Suchen Deckung.
Two Panzer Division. Panzer Division. Még egy Panzer Division. Hú, az a baj, közben megcsinálni kell az éket is. A... mindent, nem csak harcolni. Bizony. Az komolyan ide jöttél? Neked miért jó, hogy a tankjaikat egymáson öljük? Hát majd biztos hagyom, hogy elvágd a fél izé spanyol frontot. Még 6 tankot, ha beküldhetsz, ez egy kicsit overkill-nek érzem. Én meg csak 2-t. Ezt így... miért? Hát nem tudom, itt mi lesz. Be kell, hogy valljam. Még én sem. Los! Zeigt es ihnen! Los, ausrücken! Nem ám! Menjetek oda! Úgy lassan mennek a tankok. Az a baj, nem látom azokat a csatákat, amiben nem veszek részt, nem látom, hogy hogy állnak. Hát igen. Anschuss-t még nem tudunk. Menjen a resource slot. Zeigt es ihnen! Ausrücken! Rückzug! Az a baj, hogy én 6 tankot nem tudok outmanőverezni. Te beszaladtál gyorsan Madridba. Jobb ötletem nincs. Az a baj, viszont a tetankjaid sokkal gyorsabbak, mint az enyémek amúgy. Meg amúgy számerősebbek is. Úristen, mi ez a vedőr mínusz 90%? Amúgy komolyan is, ezt folyamatosan kapjuk. De ezt én is kapom. Nem tudom, hogy mi az.
Egyszerűen a körbevet hadosztályokat alig bírom megölni. Igen, én is ugyanígy vagyok. Bereit zum Ausrücken! Weiter, weiter! Ausrücken! Mi a fasz van már? Ihre befehle? Ja, hát mert támad vissza. Jó. Okay. Ausrücken! Puh, de lassú vagyok. De amúgy nem csak mi, az AI is fél éve üt egy tartomány, például 120 millió egységgel. Tehát így. Ausrücken! Kicsit érdekes. Ausrücken! Angetreten! Na, nézd meg! Auf geht's! Hoppá! Befehle! Megállt az idő, vagy mi van? Nem. Ja? Jó. Már csak... Én... Csak az AI is megtalált. Mert nyilván neki is basztatnia kell. Remek. Hát szerintem én ezt elengedtem akkor. Jó szórakozást. Két tankkal nem tudok mit csinálni. Fú, de amúgy... Pedig jó szarok amúgy ezek a... Ez a demokrata Spanyolország. Nézzek, így magától majdnem kikap, vagy én nem is tudom. Hát amúgy üresek a kockák és az AI sem mászkál be, én azt nézem. Tényleg, úristen mennyi terület üres, de miért van nekem... Vagy miért van ennek ennyivel kevesebb katonája? Meg kevesebb van. Alapból így van modellezve. Hát... Be fog keríteni a izé. Zaj. Igen. Az nem jó. Bereit zum Ausrücken. Jó. Ihre Befehle. Ausrücken. Ausrücken. Ihre Befehle. Thank you.
Abstand halten! Greift weiter an! Zeigt es ihnen! Befehle? Ausrücken! Los, los, los! Ausrücken! Bereit zum Ausrücken! Ausrücken! Bereit! Bereit zum Ausrücken! Ausrücken! Eines Schlusses. Rechtsautobahn. Zuhören! Mikor fog kapitulálni amúgy? Mármint, hogy így már elvinném az egységeimet, bevallom. Valencia. Azt hiszem az utolsó victory pont. Nos, ausrücken! Az fasza. Legjobb helyre vitted őket. Hát gondoltam, ott van kikötő, ott így... De akkor lehet onnan ki kéne mennem és feladni a dolgot. Angetreten. Gyere, beengedlek. Na persze. Eskü. Na úgy látom, te kezedbe vetted a dolgot. Szerintem ettől amúgy kapitulál. Na, azért. Hát ő igen. Ez most mi? Na, azért. Ott maradtak a katonáim. Én még ott vagyok. Engem már visszadobott. Még őket le kell győznem. Jó, hát az már. Hú, baszki, egy csomó dologra nem figyeltem. Igen, elég nem volt jó így. Fú, én Kínában most biztos nem kérök embereket ott rohantani. Ha akarod, akkor vigyél, de én nem. Én meg tudom támadni Kínát. Júj. Shanxi. Ha? Mert az, aki harcolt. Nem jött létre a Kínai Egyesült Front? Nem. Kínának. Kellemetlen. Te küldtél neki önkénteseket? Nem. Ja? Ja, jó. Azt hittem, hogy ott te manőverezel, de nem, az AI volt balfasz igazából itt most. Egyetlen egyet tudnék a kommunista kiállnak, az nem éri meg, hogy szenvedjek vele. Hát az... Én viszont ötöt tudnék Japánnak. Azt mondjuk megérné. Bár... Az már több. Japán úgyse fog veled harcolni, és Isten igazából nekem oly mindegy. Vagy... Hát... Tényleg nem tudom, hogy megérné egyáltalán. Nem érzem úgy, hogy az ipar és a hadseregem az így most készen állna bármire is. Az én testem készen áll. Mindenre is. Ez jó hangzik. És annyira nem, de mindegy. Itt heavy tank nem lesz, én ezt szerintem most leszögezem. Még nem, hogy heavy light tankom sincs. Nem baj. Kötök veled mindjárt egy üzletet, remélem elfogadod. 999. Mocskos nácikkal nem üzletelünk. Jaja. De azért nem olyan rossz az hit, de... Majd, ha meglátod az ajánlatot. Hú, a japánok már győztek is. Észre se vettem.
Igen? Hogy állnak? Azt a kurva... Ja, hogy konkrétan vége? Igen. Ó. Oh. Gyorsak voltak. Az szép. Hát akkor lehet, hogy lesz egy erős japán játékban amúgy. Na még nem támad, meg nem gond. Nekem annyiból jó lesz, hogyha elfoglalja sok gumilelőhelyet, akkor ad belőle. Gumilelőhely. Egy kicsit furcsán hangzott. Nem látszottam én a flottát sem viszem túlzásba, mert... Én nem szeretem amúgy már, mint hogy így... Nem semmi, tudom a... Semmi értelem az egésznek. Az a baj, hogy így kiküldöd a hajókat, egyrészt eltűnik egy csettintésnyi idő alatt az üzemanyag, másrészt így meghalnak randomba. Annyira figyelni kell amúgy micromanagelni, ha hajóid vannak, hogy ha egyedül játszol, még éppen tudod, hogyha van kedved, de így multiba, hogy te figyeld a gyalogságodat, a repülőidet, meg még micromanageld a hajóidat is, az... Nekem nem, kicsit esélyt nem sikerül. Nekem sem. To the right. Ki akar csatlakozni a factionömhöz? Kína. Az háborúba kerülök Japánnal. Azt nem akarok. Welcome in the Union, comrades. Várj, Litvániát még ne. Mert? Még bemelt el akarom vinni. Hát, akkor sietek. Nem már. De akkor nem tudom megcsinálni a fókuszt. Milyen fókuszt? A Danzig Warboard. Akkor átugorja. Átugorja. Jó, vigyed akkor. Mi van ott? Várjál, mi van ott? Hogy nézzem. De semmi, bazd meg. Jó van, viheted. Annyira nem fontos akkor. Szocialisták vagytok mostantól. Hoppá, Jugoszlávia, hova lettél? Meg lett Eve. Eve. És Litvánia olyan nem akar csatlakozni a Unionhoz? Nem tetszik nekik az ötlet. Pedig jó lesz. Megmentünk titeket a kapitalizmustól, elvtársak. Úgy látom, elhitték. Megmentettük őket. A finneket nem bántod? Nem találom azt a fókuszt. Nem kell, csak be kell klémelni őket. Ja, hogy így... De nincs rá klém, nem? Vorgó. Ja, take claim state. Ah, ott is ő majd egy event. Oké. Köszi. Szívesen, kérek cserébe 2000 nehéz tankot. Persze, nekem is van 2000 nehéz tankom, így szívesen adok. Hoppá! Pacekba. Pacekba! Azt mondja... A Románia annyira nem tetszik nekem. Fel kéne osztanunk egymás között. Ja, az én bábom lesz, miután elvitted Beszarábiát. Nem tudom elvinni Beszarábiát. Nem? El tudom vinni? Azt is nem. Ugyanúgy tudod, hogy Warbot ja. Csinálsz rá. És akkor odaadják. Hoppá! Mi van? Angetreten? Ja. Nincs elegendő artillerim. Befehle? Ihre Befehle? Irány. Get in, we are invading Poland. Ausrücken! Angetreten!
Komoly szinten mikrózok, jobb frik. Általában az a nyerő taktika. Működik. Na, gimme a felét. Neked kell kérni? Kérni is fogom. Kérjed is. Manstein. Az öreg Manstein. Az öreg, ha tudnám. Sose volt fiatal. Az biztos. Úgy tudom kérni, gondolom, hogy fókusszal, de most éppen megyem. Ja, de várj! Tessék. Na, így van. Jó, ezt megdolgoztál, szeretném. Érte, hallod? Megám, de megdolgoztam a lengyeleket, érte? Na, jó, man. Finland. Give me or die. Ez gyors volt. Júj, nincs légifelé. Szocialista realizmus. Belgium se húzta sokáig. Nem kifejezettem. Hát... Ez egy nehéz kérdés. Kell nekem biztos Franciaország? Nem. Hé, ott buz is. Tetszik, hogy Jugoszláviára még mindig kapok eventeket, de... Én nem látok a térképet. Nem nagyon van Jugoszlávia. Hol van? Mutassátok meg nekem, hogy hol van az a Jugoszlávia. Visszavesszük Helsinkit, az ősi orosz földet. Ez az. Ideje volt. Kis Oroszország, nem ország. Felraktam 4-esre, ha nem gond. Nem gond. Halnak a finnek. De halló, arról volt szó, hogyha háborúba kerülök, akkor... Ja! I see. Mi az? Semmi. Semmi, semmi. Hát a gumi az egy nem létező fogalom most a világban, úgy látom. Hát igen, már egy ideje, ez így megy. Elették a csótányok a gumit. Csótány. Akkor építek magamnak gumit. Én fasz. Hát azért nincs artillery, mert a kibaszott Garrisonba az alapegységeimet raktam. Ja, hát igen. Így már egyből lesz 1000. Remek. Jújjújj. Dankeschön. Világon nincs annyi nyersanyag, ami nekem kéne. És szó szerint igaz.
Itt vagyok. Vegyél nyugodtan. Köszönöm szépen a felajánlást. Gumi neked sincs. Csak te neked könnyű, mert tudsz venni a szövetségesektől. Hát igen, az így van. Mindjárt partra szállok, ami a briteknek. Kosszunk ezeket a kis trétet is. Hát még nagyon trétet lehet nekik osztani. Meddig tartom a tolében top paktum? Hivatalos? 41, április 21. Addig igen. Akkor nem soká. Nem soká indulnak az Ádász küzdelmek. Indul a buzi vonat beszállás. Így van. Bulgária még nem a haverod? Ő még nem. Kampfgruppe! Jaj! Ez egy szép magyar szónak hangzik. Izgi lesz, izgi lesz. Zeigt es ihnen! Ausrücken! Wieder zurück! Bereit zum Ausrücken! Ihre Befehle! Abstand halten! Ausrücken! Los, los, los! Unter Beschuss. Hat das jemand probiert? Hiányzott az életemből. Édes Istenem. Gratulálok. Szép volt, geci fej. Most miattuk védhetem be a félvilágot partvédelmi egységgel, mert amúgy... Szerintem amúgy esélyed sem lesz. Azt mondod? Azt mondom. Legyen úgy. A kurva anyátokat. Ne már! Most egy külön frontot létrehozott nekem, kibaszott aji. Befehle! 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 Jajjaj.
Mi a gond? Valaki Justify-ol vorgolt ellenem. Ja? Nem tudom, vajon ki lehet az? Bocsánat. Nem volt szándékos. Véletlen megnyitom. Egy jó kis januári invázió. Jajaj, amúgy ki fogok szopni, meggondoltam magam. Én nem tudom, én félek egy picit, hogy ebből mi lesz. Nem tudom, hogy mi lesz belőle. Megpörgettem az időt, meg gondolom már úgyis mindegy. Vagy nem? De pörgetheted, szerintem mind támadsz, mint lejár, mikor jár le? Hát gondolom. Nagyon nem tudom, van-e értelme tovább húzni. Elindult a móka? El. Viszont... szerintem... nagyon mindegy. Mi az? Semmi. Mi az? Semmi, akartam valami nagyon okosat csinálni, de nagyon nem sikerült. Majd... nem tudom. Majd egyszer elmondom. Ennyire rosszul sikerült? Fú, nagyon. Úgy felkészültem, hogy itt most... nagyon megraklak, de nagyon nem jött össze. Mindegy, engedjük el. Most ne érdekel! Nem, nem mondom el, mert még jelentősége van. Hát egy kurva jó háború. Csak kicsit izgalmasabb volt a valóságban. Csak nálam nem mutatja, hogy támad? Nem, nem bántalak. Ja, jó. Jelen pillanatban. Meg a szövetségeseidet se hívtad be? Nem. De miért nem? Nincs szükségem rájuk. Hát ő jó. Na, erősek az egységeid egyébként. Kibaszott görögökkel nem tudnak elbánni a tetves. Itt úgyse jössz át! Át fogsz jönni. Az ott nagyon csúnyán néz ki. Mi? Amikor egy egységet hagy az embereim mögött. Úgyhogy bemenj 8 körülbelül. Angetreten!
Basszus, túl sok a hadosztály, és nem tudok mit csinálni velük. Ne! Jó. Rip. Megállítom. Ihre Befehle? Szám mehet. Bereit zum Ausrücken! Jó. Jó. Ihre Befehle? Auf geht's! Ausrücken! Zuhören! Ihre Befehle? Ausrücken! Sokkal lassabbak az egységeim, az a baj, mint a tiédek. Nehéz, már... Már sehol se vagy, mire... Hát ezt... Speed. Speed, az... Úristen, de miért ennyire lassúak? Most amúgy nekem olyan, mint hogyha egy helyben állna a játék. De nem, megy. Jó. Csak szar. Az most mi? Mimi. A... Te területednek mutatja, de az én egységem van ott. Haló? Az egy kérdés. What? Most ott is. Valami nem jó. Nekem... Na, én nem látok ilyet. Én nekem ott van Brest Litovsk mellett bal oldalra 6 tankom, ami a tiéd. Tehát nem tudom, hogy mi. És elvileg te támadod. Szóval... Hú, ez egy kicsit kaotikus. Meg egy... kell, hogy valljam. Én most nem tudom, mi történik. Nem értem. Weiter, weiter! Greif weiter an! És megint az enyém. Jó. Nem tudom, mi történik. Talán a kaotikus nem a legjobb kifejezés. Undorítónak nevezni inkább, ami itt történik. Fú, bakker. Ausrücken!
Hogy észrevette. Ez egy kreatív játék lesz amúgy. Hát ha fogócskázunk, akkor igen. Igen, az Ayer-en kicsit egyszerűbb, mert épp ott hagyja, ahol van a kecibe, és nem viszi sehova. Igen. Hát jó. I don't know. Elvileg igen. Jajjajjaj! Tankocskák... De hová? Ja, ezek az emberek. Hol vannak a tankok? Ja, nyilván másik oldalról próbálunk betörni. Miért is? Őrületes. Eddig tetszik. Ez számomra úgy tűnik, mint hogyha eddig kiegyenített lenne. Pat helyzetnek érzed? Egy picikét, ilyen első világháborús villanásai vannak. Az is, mert... Hát ez... Nem tudom, szerintem ez nem. Ezt nem is ki kéne szóval. Szerintem azt nem kell. Vagy hát amúgy... Fene se tudja, mennyit volt rajta. Játék. Azért megpróbáltuk. Hoppácska! Ó, pedig tiszta zöld volt.
Szinte éreztem az erőt. Nincs idő az egységeimnek visszatölteni a cuccokat, mert folyamatosan támadunk oda-vissza. És lehet, hogy egy területet el fogok foglalni? Jaj, nem. Ez kurvára érdekel. Ez az a diktatórikál Xinjiang. Mit keresnek ezek itt? Mi hafaszt keresnek ezek itt? Mikor csak azt hallom tőlük, hogy nem jó itt nekik? Ez nem is tudom milyen háború. Unalmas. Így is mondhatjuk. Itt már innen a piszkos kávé kettesedet, hogy mi a faszom ez. Kávé. Érted? Mindjárt beindulnak a kávé kettő pont, nem tudom mi az anyámok. Áttörnek! Mind meghalunk! Comrades! Soldiers of the Union! Charge! Nem törtünk át jelentem. Meglepő fordulat, az áttörés nem történt meg. Kurvára. Russia, Union of Land. Once more victorious. Victorious. The Red Army stand. Hát jó. Jó játék. Izgalmas. Izgalmas, miért tudod átpierszelni a divizionjaim? Ja, mert ezek a gyalogság. Miért támad a gyalogság? What? Ja, nem tudod átpierszelni a divizionjaimet, de... De tesse az enyémet. Meg itt nem megy át a dolog, vagy hogy mondjam. Nem jutunk előre. Aki csak a faszát veri, az 20 hasznot belőle. Ezt még nem hallottam. Divizió 88 szám. Bocsánat, én kultúrátlan fasz vagyok. Á, Istenem, ezek a mai fiatalok. De ezek a mai időkben még tudtuk mi a zene. Ja. Az Opa. Jó volt. Kellett még valami. Csak hogy? Érezzem a törődést. Meg legyen a tuti. Hát... Na. Jó. Fantasztikus. Ne bántsál már! Nem akarok én ott semmi rosszat, hagyjál végig. De én itt át akarok menni. Nem akarsz! Három oldalról baszom a szádat, azt nem. A kurva szádat, hányfogos. Haló? Te mit csinálsz ottan lenhe? Hol? 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 Semmit nem. You not join the line. Ez kellemetlen lenne. De... Én most miért vagyok benne a kínai háborúban? Ez egy remek kérdés. Angetreten. Haló? Mi történik? Álljonak le ottan. Nem csinálok semmit. Biztos úr. Nem csináltam semmit.
ausrücken! Ausrücken! Fall of Hong Kong. Ujj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 
Ez jó volt. Gyertek már ti is, úgy de kurva lassúak ezek a szarok. Haló! Srákok! Fightolni kéne. Run, you fools! Run! Jaj, mami! Mamó, itt baj van. More ebbű baj lesz. Ebbű baj lesz, de nagy. Hújjúj! Nem lehet olyat mondani, hogy drán. Olyat nem tudnak. Ebbű nagy baj lesz. Ejjjj! Most azonnal gyertek onnan. Hát nyilván, amúgy annyira utálom ezeket az izéket. Front line-okat, mert sose azt csinálja, amit én akarok. Nem, az soha az életben nem fogja azt csinálni, de átláthatatlan amúgy is. És az a baj, hogy multiban amúgy meg ugye gyorsan kell reagálni, nem tudod. Na most leállítom és végig gondolom, hogy mit csinálok. Igen. Végig gondolom az életem. Kicsit másabb ebből a szempontból. Hújjúj. Boys. Óhe. De ez mi, hogy egy darab gyalogságod ilyen erős. Hát kettőt az meg számomra áttörhetetlen. Na hát három aztán az meg tényleg. Hű, ez most fájni fog egy kicsit. Ez csak gyalogság. 600 ezer az eddigi veszteségem, ha ezek itt megmordelnek. Az több lesz. Kiváló. Kiváló. Amúgy miért ennyire szarok a tankjaim? Mi híjuk? Miért pirosak? Terrain Knight. Értem, de neked nincs terén, meg nincs Knight. Gyanítom, neked is van. Valószínűleg van. Mondjuk jó sokáig kell gyilkolni most is az egységeidet. Amúgy szerintem csak az, hogy hármas időn vagyunk és ötösön szoktunk játszani. Jó, így közben itt a production az őrületes módon megindult. Haló srácok, baj van! S.O.S. Arról nem beszélek, hogy tehát így olyan attrition van, mert itt dobzódik egymás seggén 50 millió egység. Körülbelül. Randomba támadnak az embereim. Minket is elég furi. Most mondjam el? Igen. Jobb klikkelsz a mellette lévő kockára és akkor retweetem. Ezt én is tudom. Ennyire hát azért akkor... nem vagyok puta. Akkor mire gondolsz? Hey, Mr. Hú, ember! Tívemmel! Los! Ihre Befehle? Achtung! Angetreten? De gyors. Angetreten. Bereit. Milyen Barbarossa? Valami effektet elvesztettem, ami nem is volt eddig sem. Bereit zum Ausrücken. Ausrücken. Auf geht's. Úristen, de nem tudom, gyengék az egységeim nagyon amúgy. Vorwärts, Männer! Vorrücken! Los!
Ziel anvisiert. Bereit zum Ausrücken. Zurück. Ihre Befehle. Bereit zum Ausrücken. Befehle. Neked miért van egy kockába 50 egységed amúgy? Ez egy kurva jó kérdés. Nem tudom, mit csinálnak ott. Szerintem ők sem. Na most omlott össze a front. Befehle. Egy picit. Ausrücken. Ausrücken. Los, los, los! Los, los, los! Zeigt es ihnen! Ausrücken! Vagy támadni full esélytelen, nem tudok egyszerűen támadni. Hát védekez. Tényleg? Jobb ötletem nincs, menj valahova messze. Mondjuk, hogy Moszkva mögé, és akkor gyors lesz. Jaja. Zum Ausrücken. Angetreten. Befehle. Achtung. Zuhören. Bereit. Achtung. Bereit zum Ausrücken.
Bereit zum Ausrücken! Zuhören! Befehle! Los, los, los! Halt! Zuhören! Tom. Az igen! Jól elosztotta a... Ihre Befehle? Zuhören! Mit? Hát... Egységeit randomban vannak? Igen, van ahol 12 van ahol 2. Ja, hát... Korrekt. A játék az így szereti az ilyen... Remek elosztásokat. Zum Ausrücken. Achtung! Bereit! Zuhören! Angetreten! Imádom, amikor a játék csinál egy akkora frontot, amit én nem akartam soha, de ő megcsinálja. Honnan a picsába van még mindig ennyi embered amúgy? Jártad őket folyamatosan? Próbálom, de azért nem mondanám, hogy úristen, de sokat tudok. Vissza oda, ahonnan jöttél. Nem. Ihre Befehle? Ausrücken! Bereit zum Ausrücken. Angetreten. Bereit. Zuhören. Ach so, dumm, da. Nein. Jaj, nem várom a nyarat. Fájdalmasnak tűnik a nyár. Picit.
De annyira nem fog fájni. Hogy jó, végre tudod mit? Nagy lesz. Azokat megölheted, azok úgyis csak ilyen félig románok, meg ilyenek. Milyenek azok a félig románok? Nem van köztük román is, na. Menjél már! Ó, hogy a faszom... Ja, hogy ott még van egy kocka! Ó, oh, ez... Ja, nincs. Jó. A helyzet nem jó. A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Igen. Nem vagyunk jók télen, támadjunk. Nem vagyunk jók. Hiszen se télen, se nyáron nem vagyunk jók, de... Gyülekeznek a problémák a szultánvára felett. Veszélyes idők járnak. Ez nagyon bölcs volt. Köszönöm szépen. Igyekeztem. Hogyan? Fall of Manila. Új, a japánok azok megbasszák. Miért? De még meg is eddig. Oh. Ezt már szeretem. Én nem. Nyugi, USA is megbassza éppen Olaszországot, szóval. Helyes, helyes. Jó lenne nyitni egy második frontot, mert nem nagyon van manpowerem. Nem örülnék neki. Nekem se sok egyébként. Mennyit van? Nem mondom neki. És ha én elmondom? Akkor sem. Mondd már rá, kíváncsi vagyok. Most van 600 ezer, de még nem váltottam lót így, nem tudom, 36 óta. Szóval... Amúgy még van, csak át kellett volna váltani. Én már 2 millió embert vesztettem. Ami... Hát amúgy a szovjeteknél az nem sok. Hát, de nem is jó. Az amúgy... Hogy mondják? Nem is az emberek amúgy, hanem a puska, mert az ember az így... Itt, neked az tök mindegy. Fogyó eszköz. Így van. He, legyen már tavasz. Mert ez így nagyon nem halad előre. Nem kell ide tavasz. Nem kell? Nem, jó a tél. Ez a január, ez fekszik nekem. Jaj, a... izék... Szövetségesek amúgy léteznek? Vagy valami ilyesmi amúgy? Hát... Kis helpnek tudnék örülni. Léteznek igazából. Jó lenne megpróbálni kéznek, tudom maszturbálni. Azaz. Na, van 6000-nyi manpower-om. Most már 4. De miért nem váltasz izét? Mert nincs political power-om. Ó. Oh. Az... szomorú. Jó, itt előre töltöm. Jó. Mi? Hol töltök már előre? Sehol. Ne törjedek csak sehol előre. Jaj, bassza meg, mindenhol piros. De miért piros? Miért? A kurva anyátokért vagytok ilyen jó. Faszom. Kellenek emberek. Panzer expert. Hey, miért zöldült be minden? Mert tél van, bassza meg. Újra itt a nyár, hát zárjon be a gyár. Szép lassan jössz. Kockánként. Ne feledjük el, Hitler is így csinált. Hitler. Kis Hitler. Az a leghitler. Kockánként ment. Ja. Szépen dobálták a dobókockát, aztán itt mentek előre. Amúgy nem azért, de...
a vedőr penalty az itt 24%. Na most... Nem tudom, én úgy hallottam... Jó, télen amúgy még meg is értem, hogy ez mit jelent, nem? De lányt, hogy mi volt ez a 90 spanyolban. Igen, én azt kérdezem meg, hogyha itt 24, ahol a szovjet... Igen. Izé, tél, meghalunk, meghalunk. Igen, igen. És így... Haló. Amúgy én szerintem nem researcholok semmit egy nagyon jó ideje. Hát akkor építsünk királytigrist. Álmaim, ne tovább, ja. Fantasztikus infrastruktúrád van egyébként, döglődik minden emberem. Ezért van. Ez így erre lett kitalálva. Így van, ez így... Ez hogy mondják? Ez intended vagy... Vagy valami ilyesmi. Valami ilyesmi. Spanyolország? Nem akarsz bratyizni? Anyád picsájába bratyizzál. Nem, nincsen elég román bratyid. Fú, amúgy van 48 román egységem. És vannak közöttük tankok. De román tankok. Jó, hát... Gurulnak azok is. Hát... Mit tudom én. Vagy valami ilyesmi. Júj. Hát amúgy ezt sem fejlesztettem 1000 éve. Ja, amúgy én... Fú. Én nem tudom, hogy hogy van életben a seregem egyébként. Olyan negatív dolgok van. Hát még az enyém. Az előbb úgy megindultál, hogy azt hittem, hogy itt mindennek vége. Hát én gondoltam, hogy a folyóknál azért megfogsz. És... Igen. Amúgy inkább a tél fogott meg, mint a folyók. Nem lehet. Igen, azért ott egy picit elszabadult a pokolat hirtelen. Beindult a buli. Ja. Egy picit én is meglepődtem, hogy nem számítottam rá, hogy ennyire effektív lesz a dolog. Hát, te piszok! Nem mintha nagyon számítana. Hát de... Amúgy ez a kimenekülés is. Vannak olyan dolgok ebben a játékban, amik kicsit random módon működnek. Sütős, sütős. Soros. Most oda hogy mentem? Ó, halló! Hogy mentem oda? Ez mi történt? Hogy mentem oda? Hát ez az elő még jó volt. Ezért nem értem én sem. Nem is figyeltem, mondom így... Mindegy, hát... Biztos nem jutok be. De oké. Na most már valami help jöhetne a szövetségesektől, mert... Megöli a... Kibaszott Garrison az összes emberemet. Ja, Mr. Garrison. Mr. Garrison. Na jó, Military Police West átváltjuk, nem érdekel, hogy hogy áll. Mert ez így... Fú, ez így nagyon nem jó. És ebben van support equipment. Hát, that's a no-no. Overrun! Az jó volt. Oh boy! Yeah boy! Oh man! Oh. Man, igen, man. British Malaya. Nem mész oda, nem mész oda, hes, és kimenekül. Baj van, baj. Baj van, baj, ez nem oké. Minden irányból ömlik a szar. Hoppá. Fú. Volt Görögország. Eddig tartott neki. Hogy kapitulálja. Kapitulátus! Mennyire tudta, hogy ez lesz? Honnan tudta?
Irány a Kaukázus! No way, no no! No way, ez nem lehet ilyen egyszerű. Kaukázus. Jó, jönnek a pacik. A gyilkos pacik. Brumi, brumi, brumi. Brumi. Jó, ide cringe az, azt a kurva. Jó zene. Az biztos, quality. Halló, itt ez mi akar lenni? Hol? Hát nem vágunk el senkit sehonnan. Dehogy is, hát sose történik. A családjukkal ilyen szemben ez igazán getiség. Nézd meg, megint kibújt. Mi az, hogy cancelelte a Land Lease-t az Egyesült Államok? Nem is baj. Baj van! D.D. Hoppácska! Kezdődik a buli. A büdös rohadékok. Fú. Küzdjetek a hazáért, a Szovjetunióért. Na persze. Die, 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 man, da ding. Da rein zum Ausrücken! Ausrücken! Befehle! Bereit! Bereit zum Ausrücken! Na mi az? Semmi. Ne ijeszges. Sose tennék ilyet. Meghalt Szevasztopol. Szevasz. Szállni kell a weaponokat keményen. Ez a research az sose lesz kész, megtöklenek az embereim. Nagyon helyes. Én nem örülök neki annyira. Dögöljenek és meg a mocskos kulvákok. Kulvákok? 42. június? Hogy állsz a D-D-jel? Mindjárt megölöm őket. Nem ám. Nem erre a válaszra számítottam. Sajnálom. De ez az igazság. Hey. Hát jó. Nem volt túl kreatív a partra szállások egyébként. Úgy azt mondja, hogy az Axis 3 millió embert veszített, de azt mondhatja, hogy te csak 800 ezeret. Ki veszített ilyen kórosokat? Olaszország a görögök ellen? Persze, biztos, hogy ő. Retard. Hát... Retard kapszula. Amúgy nem tudom, hogy minek van kirakva a védelmi egység a partra, hogyha 60 helyen partra szállnak. De így 70 egységen van a darabka. Jó, nem kikötőbe szálltak partra, csak...
mégis idegesít, hogy akkor így mégis ők mi a fasznak vannak ott. Agent killed. Hát azok az agentökkel én nagyon sok mindent kezdtem be, vallom őszintén. Ugye a semmi környékén. Baszki, mennyi repülőd van. Ja, csak nem értem, miért ott vannak. Fú, még hogy nekem. Látod, a szövetségeseknek mennyi van. Osz. Na, dögöljetek meg most már. Jaj. Ezeket az embereket szeretem látni. Nem, egyébként nem rájuk, de ez is felemelő volt. Na jó. Hát ezt megint partra szálltak. Tegöljetek meg. Ó, úgy van, kikötő nélkül. Gratulálok. Pusztuljatok meg mind. Jó, hát... Nem tudom, hogy Olaszországban egyébként ott van vagy 20 egységem. Ott van neki vagy egy 40, de hagyja, hogy fél országát megszállják. Ezzel mondjuk így nem tudok mit kezdeni. Jó vagyok én most. Dögöljetek, románok! Hát ott vannak németek is. Hát, járulékos veszteség. Ki a románokat védi? Meg is érdemli. Most így próbálod kiszorítani őket Franciaországból? Nem, ott hagytam őket. Te nem tudok légifelén ja. Csinálni. Itt vannak a tankjaid. I see. Az baj, nem tudok velük mit csinálni. Már nincs légifelényem. Mármint, hogy a szövetség is kellene, nem tudok csinálni légifelényt. Most ugye eljöttem, légifelényem van, jó. Amúgy szerintem attritionbe legalább másfél millió embert elve, vagy a Garrison miatt. Ez akkora hülyeség ez a rendszer. Volt military police meg ilyenek? Nem. Nem fejlesztettem ki. Hát az mondjuk sokat jelent. Igen, be kéne rakni azt is.
Ezt megint ott tartom, mint az elején. Ó, lelőttem a vörös bárót. Remek. Hát amúgy az a baj, hogy én ezt elvesztem így, mert nem tudok egyszerűen, tehát ez, hogy így partra szálltak, oda is kéne figyelni, ide is kéne figyelni. Hát igen, ugye a németekkel az a izé, hogy meg kell addig ölni a Szovjetuniót, mire jönnének a szövetségesek, mert különben kakó. Hát csak 42. szeptember az egy kicsit korai szerintem a partra szálláshoz. Még az tényleg kicsit korai. Miért jöttek ilyen hamar? Meg akartak menteni. Sikerült. Innen már nem hiszem, hogy tudnál győzni. Küzdjetek! Soldiers of the Union, charge! Suchen Deckung! És ott is partra szálltak. Bazd meg! Nézd meg! Már vagy négy helyen partra szálltak. Hát ez nincs ember, ami megfogja. Teljesen olyan, mint élőben amúgy, hogy ugyanaz. Szovjetek tök szarok voltak, csak éppen kurva sokan voltak szarok. Picikét hasonlít. Egyébként az, hogy el kellett vinnem kb. 70 embert a partra szállás miatt, az úgy érződik. Jelen pillanatban 72-t egész konkrétan. De ezek az agyhalottak itt ráadásul még port nélkül szálltak a partra. Meg amúgy geci sok egység, ja? Túl sokkal. Ausrücken! Na, hát akkor heavy tank. It's time to heavy tank. Egyébként, amiből mindig szorul szoktam állni, a tank production, az így, az szárnyal, tehát mindenféle tankból ilyen nem tudom hány ezer van pluszban. Érdekes módon az most működik. Egyébként minden más is, de most kifejezetten jól állok a tankokkal. Csak a tankokkal nem tudod megbaszni a partra szállókat, vagy túl sokan vannak hozzá? Túl sok. Beözönött, nem tudom, retek sok ember, annyi, hogy nem is mutatja. Too much. Too much information. He, hát tögöljetek már meg, hát nehogy már onnan ki. Fos. Meg 102 gyárt puskát, de egyszerűen not enough.
Az bezzeg nekem. Adjak? Nekem van. Küldj már egy kicsit. Yeah! Fuck you, elvágtam a kikötődet. Dögöljetek meg mindannyian. Az összes dögöljön meg. Aha. Ó, oh, ja, hogy ebben ennyire sok van. Akkor ezekből képzünk sokat. Na, te meg elvágtál engem. Azt nem láttam. Itt ezt az öt embert? Ja. De ezek magyarok. Ráesok. Hát, van ott olyan is. Ja, azt hittem, mint magyar. Vegyes, nem tudom amúgy, van ott német, magyar, román. Már nincs ott semmi, szóval. Hát most már nincs. Ez a probléma is megoldódik. És a kulturális rovat mai számában. Baszom, meg egy partra szálltak! Ennyit erről. Die! Könyörgöm. Egy randomban a mapon találok ilyen 8 amerikai divíziót. Akiket csak egy jobb klikkel meg lehet volna. Te boostolsz engem? Te sinyi. Nem boostolnak. Hát akkor... Akkor ez mi a faszom? Ja, megkaptam valami eventet. Nem tudom, mi fog történni most. Most lehet megöltem a játékot. Vagy így most az ellen... Lehet kommunista lesz. Lehet! Van ez az event. Valami draft. És ez így havonta 10% kommunista supportot. Tehát... Komolyan. És ez az az event, amit mondtam még az játék. Nem is olyan rég, hogy... Hogy ilyen eventet én még nem is láttam, és csak rányomtam valamire. Hát... Ez az volt. Hogy jönnek a kommunisták? Valószínűleg itt vége lesz, nem tudom. Mindegy, elindítottam. Mondom, én nagyon sokszor játszottam már németekkel, de azt az eventet még soha az életben nem látom, hogy itt feljött. Ez a baj, nem tudom, nem nagyon tudom, mit tudok csinálni azzal, hogyha te áttörsz. Tehát akkor így, én hiába kattingatok, a te tankjaid sokkal lassabbak. Amint egyetlen egyet tudok, hogy a izé szerint majd szépen lassan oda mennek az emberek. De így ennyi. Hát... Igazából, igen, tehát hogyha áttörök egyszer, onnantól én sem tudom, hogy mi a megoldásra, hogy megállíts. Jaj, tudod miért kaptad te azokat? Miért? Mert én folyamatosan a kémeimmel toltam. Hát ezt kérdeztem. De nem boostoltam, hanem azt olyat csináltam, hogy be kémeim a te hadseregedbe férkőztek.
De akkor ezek szerint ez azt csinálja, hogy akkor a hadseregbe elkezd nőni a kommunizmus támogatottsága? Szerintem igen. De én nem tudom, nem értek a kémekhez. Mondom, én sem, nem tudtam, hogy mit csinálok egyáltalán, csak... Hát, megbasztál vele. Na, nagyon helyes, ez volt a terv. Hát nekem is kellemetlen, amit te csinálsz, szóval szerintem quittek vagyunk. Ja, csak hogyha jön egy izé... Még egy polgárából is, akkor tudja, hogy meghalok. Ausrücken! Unter Beschuss! Bereit zum Ausrücken! Ihre Befehle? Suchen Deckung! Minden piros. Amúgy nem értem, hogy folyamatosan minden piros. Tehát, hogy így esély ilyen sincs semmit csinálni. Így most gondolkozok, hogy ezt hogy tudtam volna megakadályozni, és semmit nem tudtam csinálni, mert... Mert akárhányszor támadtam, minden piros volt. Hát... Igen. Tehát így támadni nem tudok. Úristen, de gyorsan. Ez is olyan pikpak piros lett az egész. Mert hogy így zöld, és egyszer csak téd lett a terület. Ez esetlen, hogy mit tudtam volna kezdeni. Nem, hogy a tankjaim miatt túl erősek. Egyszerűen azok, amik erősek. Weiter! Zeigt es ihnen! Ihre Befehle? Ej, megint jött valami event. De ez most, de mit kell választani? Ennek semmi értelme. The end of the coward, vagy a martyr of peace, vagy the conscription. Hát most... És ezek közül kell választani, vagy nothing can be done. Ez mi? Mire nyomjak? Nem, nem tudom. Megnyomtam valamit. Egyszerűen hamarabb megölsz 20 hadosztály, mint hogy 20 átsétáljon egy területtel arra. Amúgy konkrétan most megmentettél az összes egységet. Nem értem, hogy hogy, de megtörtént. Hát, de nem sokon múlott. Hát csak így az egész offenzívám haszontalan volt. És meghalt egy 2000 tankom, azt így nem öltem meg belőle sem. Na. Azt a négyet. És visszamegy az összes oda! Oda ment vissza az összes! Hogy lehet? Nem az ennyire összes. Retardáltak komolyan. Ott van, hogy 20 egység, szevasztopol vele. De így szétverik őket, hova menjünk? Oda, ahol megmenekülünk, vagy vissza a pakétba? Na! Vajon hova? Inflate civilian administration. És ezzel tudok Steel Industrial Blueprints-et. Ez Plain False Intelligence. Ezzel nem kapsz el. Captor Cypher. De ez se azt csinálja, hogy ez boostolná a party popularity-t. Hát de csak attól van, vagy én nem tudom akkor. Hát figyelj, mástól nem lehet, mondom, ilyet én még soha nem láttam, szóval. Ja, biztos én csináltam, csak nem tudom, hogy mivel csináltam. Így nehéz abba hagyni. Hát mindegy. Úgy nem tudom a tankjaim miért ilyen erősek még mindig, a gyalogságom konkrétan f***ra van húzva, mint tek, ami húzható. Így... És úgy megy át 10 gyalogon, mint ahogy csak akarna. Hát, jó buildet kell használni.
Igazából gyanítom, hogy az, hogy erős, erős a build. Hú, itt van egy tank, ami előre ment magának. Ez itt a Ghost Division, vagy mi történik? Úgy van, szálljatok partra ott, amúgy ez fog megölni, inkább nem is a kibaszott kémet, nem ez, hogy 120 millió helyen partra szállnak folyamatosan. Vagy minden együtt. Ne, igen. De ha nincs manpower, nincs war supportom, nincs stabilitásom, és megyünk előre, mint a szar. Szóval... Ez a legjobb az egészben. És nem is tudok vele mit csinálni, mert nem tudom, hogy mit kéne csinálni, hogy ne menj előre. Amúgy, hogyha... Igazából, hogyha nem lenne a part a szállás, így megölnélek szerintem, tehát... Tényleg a tankjaim azok olyan erősek, hogy hihetetlen. De ilyen sima, egyszerű tank, meg... Sőt, ez csak tank, meg tank. Nem is izé... Azt hittem raktál bele izét, mint... Artillerit. Nem. Nincs benne semmi olyasmi. Nem, csak nincs elég emberem. Nincs benne power-em. Hát attól függetlenül, hogy haladok előre, lehet azt mondom, hogy feladom. Mert ez így nem jó. Nem tudok izé conscription lót váltani, mert nincs elég war supportom. Na most ezzel mit csinálják? Vagy az én tankjaim, meg hiába fullos 40-es tankok, nem tudnak átmenni 4 tankom 2 románon. És, na jó, amúgy átmennek, de kurva lassan. Angetreten. Ihre Befehle. Ihre Befehle. Kajt románon. 40-es tankok, van benne modern tank. Modern, modern tank. És nem. Nekem még az kicsit fejlesztve. Nekem meg olyanok is vannak benne. Mindjárt kifejezem a mouse-t. Mit? Mávot? Mouse. Az egeret. Ja. Dögöljetek szovjetek, úgy. Pusz. Ja, hogy te felküldted a tankjaidat, azért nem találtam. Dehogy küldtem fel. Nem talált összes. Ez csak egy álca. Igen, engem is elvágtál, tehát most jobbra-balra figyelgetünk amúgy, de... Nem tudom, ez túl nagynak tűnik, hogy egy ember. Egyébként azért szokták múltiba ketten mindkét országot. Tehát akiket én nézek videósokat és játszanak múltit, és Németország, meg Szovjetunió benne van a játékban, már pedig ugye nyilván benne van, ott mindig az van, hogy ketten játszanak velük. Hát egyszerűen nem tudod lefogni, tehát most hogy a faszomba figyelj az északi frontra, a délire, a partra szállásra? Nem tudsz. Esélytelen. Na jó, és akkor most vigyem le őket, tehát hogy... nem túl kreatív. Ez a játék. Igen, valahogy az izé ellen, jó már ugye a szar a gép, de hogy az ellen ugye könnyebb. Hát nyilván könnyebb. Hát persze, de pont azért, mert hogy szar. Tehát a gép az nem fog arra figyelni, hogy te felvitted, meg levitted, ő igen. Megy előre, aztán szavasz. Vesztettem vagy... 6 millió embert. Ó, azt a kurva. Én 2 is felett, de abból csak más felett tőled. A többit a csicska. Fú, nyomorult szövetségesektől. Ó, az olaszok már is partra szállnak. Végül is már egy partra szállás. Ide vagy oda. Oh, igazán mi? De piros. Ausrücken.
Amerikaiak, egy kicsit csipkedjétek már magatokat. Megdeglek. Persze. Majd ők mentik meg a picsára, mi? Ez a terv. Hogy ezt úgy szokták, hogy akkor nyer a Szovjetunió, ha elér, tudom én, 1944-ig. Tehát, hogy így eljut, anélkül, hogy megdeglene, mint egy kutya. Örülés, én valószínűleg meg fogok dögleni, mint egy kutya. Én meg nem tudom, hogy vagyok életben. Mert a war propaganda, azaz. Ez az, tudok váltani conscription load! Nem ám. De. Ott valami overrun történt, de nem tűntek el az egységet. Na még ezt most magyarázom. Bugok. Érted? Ez buzik. Na most van baj. Buzi vagy? Kis buzi vagy? Na most van baj. Na most baj van. Dehogy valaki visszaütött. Látom. Ja, hú, de visszaütöm. Akkor mi? Hú, de ütöm. Hú, de. Bocsánat. Öljétek, öljétek. Hol vannak a repülők? Olyanok nekem már nincs. Na, hogy neked vannak még repülőid? Fátíz még van. Nekem még van raktáron 5000, amit nem tettem le. Ó, nem már itt most ez mind meg fog halni. Ez roppant szomorú. Talán megvinít majd ez az ital. Íj, ez hány hadosztály? Ezt én meg sem tudom számolni meg. Ez hány fokos? Ez sok. Ez sok hadosztály. Kifejezetten sok. Látom amúgy, hogy mire készülsz, de még nem értem teljesen. Amúgy a román egység az nem rossz. Oda basz. Van benne 4 artillery, van benne 10 sapka, van benne antitank, engineer, recon. Amúgy ez fullos egység. És a tankja egy kis kifejezetten tank hadosztály. Nem, ugye a román sereg az nem olyan szar, viszont a DD az egyre szarabb. Nagyon helyes. Kezd nagyon elszomorítani a szituáció. Pedig még van egy mentőlem. Mert engem is. Behívod a japánokat? Hú, amúgy az kéne. Az mekkora király lenne. Amúgy a japánok azok itt mindjárt Indiát is elfoglalják. Azt a kurva életben. Nem az a baj, a japánok nem fognak megtámadni téged. Most ha rendesen multiznánk, akkor megkérném a japán játékost, hogy légy szíves, támad már meg, mert akkor nyerünk. Ó, ez mikor lesz már kész? Aha! 99%! Angetreten! Zuhören! Ausrücken! Let's go, boys! Achtung! Ausrücken! Befehle! Ausrücken! Rückzug! Zuhören! Tényleg nem értem, hogy miért full piros az egész mindenhol.
de ezt se értem. Oké, erősebbek a glitchjeid. Ennyire. Hát már ki van húzva nekem is minden szal. Jó, hiányzik. Nem, már puska sem hiányzik. Amúgy most meg én nem tudom megütni a kibaszott gyalogságot. Most ezt nem is értem. Befélem? Ezt a frontvonat törőjük most. Jó, hát mert itt mocsár, meg izébe vagy hegyekbe. Amúgy valószínűleg az jó. A szövetségesek mi az anyámat csinálnak? Nem, amúgy pár, nem, még mindig nincs meg Párizs. Á, nem, nincs. Ausrücken! Ausrücken! Achtung! Zuhören! Hát, visszaadom ezt a mocsarat neked, mert nem jött be annyira. De köszönöm a lehetőséget. Veszélyesnek néz ki, de lófasz. Lófasz mostanra? Nézzek, 9, 9, és így esélyem sincs átmenni. Üdös kurva anyját ennek a szar. Miért, mit ír? Miért vagyok ennyire szar? Knight meg terrén. Miért vagyok ennyire szar? Ez tetszik. Statisztika csatornában, miért vagyok szar? Kettős pont. Jó, azért a light tankjai nem tudják pi... De megütik. Nem? Elzavarták a modern tankot. No. Kurva csiga evők, menjetek már gyorsabban. Csiga evők. Azaz! Új-Zélandnak is kakó. Fú, Japán az? Japán az begyáros. Megbassza. Az? Ha van, aki megbassza, az Japán. Egyszer támad meg amúgy. Nem kell sokáig gondolkodni, hogy mi lesz. Mennyire jó ötlet tél tájékán elindulni Stalingrad felé? Hogyha... Stalingrad-ban nincs olyan hideg. Moszkva felé szarabb lenne, én úgy hallottam. Azt mondod? Én azt mondom. Kis tankocskát. Ne! Ne már! Ha meghalnak a tankjaim, akkor vége. Ez a szomorú. Ez nagyon szomorú. És ez egyre csak szomorú. Nem tudom mit csinálni a tankjaiddal amúgy. Kurva szövetséges, hogy gyertek már geci, már meghalt 10 millió emberem lassan. Ti még se hún se vagytok. Már mindjárt 44 van. Az lófasz, lófasz. Igazából most kéne partra szállniuk. Én meg itt döglődök, a fél országomat megszállták a csigaevők. Igazából az a csigaevők országa, de nem, never mind. Az már az enyém. Az már az enyém. Ó, passzát! Tényleg, rohadt szövetséges vagy. Miattuk fogom elbukni ezt a meccset? Hát nem tudom, meddig fogom bírni még. Hiába ölöm meg az ember egy ilyen teljes asszautat, nem tudok nyomni, mert nem bírja nekem sem az ipar. Nincs mivel, kavicsokat dobálnánk egy nincs mibű. Itt nincsen csok meg ilyenek, semmi nincs. Na, oda az utolsó tankom is. Innentől legalább már nem is tudok mit csinálni. Csak így nézem, ahogy omlik a szar.
Hát nézd, Svájcról ketté vágják mindjárt a mindenséget. Nagyon remélem. És hogy nagyon gyorsan, mert nagyon gyorsan ömlik a fos. RIP Olaszország, RIP Franciaország. RIP mindennek. De engem még azért megfingatsz kicsit. Igen. Így a korrekt. Ezt nem hagyhatom. Hogy csinálj új tankot? Nincs bír. Nekem meg nincs ola. Hogy Párizst még mindig nem foglalták el. Ott mi a faszom van? Ott van négy emberem. Ennyi? Így? Ennyi. Ennyi a titok nyitja. Semmi extra. De azokat nem én hagytam ott. Ők választották a halált. Ez így van. Én nem tudom, hogy ilyenkor hogy lehet ezt így megakadályozni. Á, szerintem az abban ilyenkor kurva nehéz. Ugye ennyire még nem voltam a szarban, mert az AI nem csinál ilyet. Tehát nem tudom, hogy ilyenkor mi amivel gyorsan le tudod reagálni. Hát körülbelül az, hogyha az egészet meg fogod csinálni, az gyorsan egy új sereg. De mindegy, igen, ugyanúgy visszamegy a többi, szóval teljesen minden. Mindegy, mert nem tudom bezárni amúgy sem. Azt nézd meg Franciaország... Ja, nem látod. Franciaországban vagy... Ja. 40 egységemet elvágtam. Neked most tényleg nincs tankod amúgy? Nincs. Az fasza. Úristen, mi van ott nyugaton? Feladhatjuk amúgy. Igazából én meg fogok halni a szövetségesek miatt. Te meg miatt amúgy. Igen, most az lenne a kérdés, hogy melyik következik be előbb. Igen, én most csak arra várunk, hogy te halsz meg előbb vagy én. Hát... Igazság szerint én a... Hogy menjem. Játszhatunk tovább, de én egy döntetlenbe is kiegyezek szívesen. Nekem mindegy. Még egy kicsit játszunk. Csak egy pár percet. Jó. Mit szólsz? Jó, van, legyen úgy. Még úgy látom, ezt a pokitot azért még bezárod. Lehetséges. Te könyörgöm, menjetek már, ha oda kattintok. Léci. De odaértek és... Na, úristen, azt hittem nem fognak átmenni. Ezek is menekülnek belefele, bazdmeg. Mi a csics? Mindig van. Mi a csecs? Van 7000 plusz médium tankom. Jézusom, honnan? Hogy csináltál te annyit? Nem tudom. 1600 heavy, 1800 light, és ez mind plusz. Van még 3000 closer supportom, amit nem tettem le. Viszont van fighter, abban, vagyis fighterből viszont nyomszva vagyok. Azt nem gyártottam eleget. Ez is volt a cél. Mondjuk szerintem már le se rakom azt a 3000 gépet, mert konstans zöld az ég itt fölötted. Kicsit ugye amúgy el van csúszva a játék időben abból a szempontból, hogy kb. Most, ahogy most állok, itt kellene itt kellett volna lenni 41-ben körülbelül. Hát azért... jó, de már egyszer visszamentem, aztán te megint jöttél, tehát hogy oda visszament már a front. Igen, igen, csak azt arra akarom szívezni, hogy érződik, hogy a gép ellen mennyivel könnyebb. Ja, igen. Már vesztettem 8 millió embert. Hú, amúgy az viszont már, az már sok. De a németeknél a 3,6 az is elég sok. Kifejezetten sok. Amúgy én megöltem... 2 millió amerikait. Az igen. Ah,
Az nice. Hát... Amúgy... Szerintem lassan jön Japán, aztán partra szállít valahol. Nem tudom... Briteknél. Egyébként a játék elején az volt a tervem, mert láttam, hogy odaraktad az összes tankot a román határa. Igen. És sunyiba odavittem őket én is úgy, hogy pont nem láttad még őket. És amúgy... Azt akartam, hogy körbe kerítenek. Csak akkor jöttem rá, hogy amúgy Romániát nem kell behívnom. Igen. És akkor mondtam azt, hogy nagyon okos ötletnek tűnt, de... Én mikor indult a háború és nem tudtam átmenni a határon, akkor meglepődtem. De ne, mit csinál? Hú, amúgy ha három hónapig még kihúzod, akkor esélye. Bukok. Gyerünk fiúk, menjünk mint a talajvíz. Mint a büdös víz. Csak az a kérdés, kihúzod-e még három hónapig? Mi olyan szar a szövetség? De a szövetségesek nem ölnek meg. Tehát amúgy kihúzom. Á, azok nem tudnak. Fú, zöld, tehát természetesen támadnak is zöld. Ja. Ez szomorúan hallom. Megáll, hogy valljam. Azt hitted, hogy így nagyon menekülök ott előlük? Igen, én azt hittem, hogy ez már így pillanatok kérdése is. Ja, nem. Nem, teljesen zöld. Hopp, most nem egy mezőt buktam, de amúgy mindenhol más a fú zöld. Nem, annyira nem szar a helyzet, csak kellemetlenül érint, hogy ott van a félseregem. Hogy van, milyen putkákkal, hogy állsz? Szarú, kurvára. Nincs. Ezt szerettem volna hallani. Egy kis pozitív is legyen. Igen. Fú! Hát amikor az előbb ránéztem, nem volt ilyen szar. Lehet, hogy egy kicsit a tankokról most már kéne csoportosítani a gyártást. Mert tank az van, de puska az nincs. Ja. Na most már lesz puska. Kár volt szólnó. Ja. Ezt lecsesztük. A balti államok ismét felszabadulnak. No, hova megyünk? Hova? Haló, vissza, erre kell jönni, erre tessék. Nincs menekülés. Rip. Rest in peace. Ja, várj, még Tallinnból kit tudom. Talán. Nem. Nem tudok? Nem, mert most így mondtad, kiküldöm a flottámat. De... Nagyon... Nem hatott meg a flottád. Mennek haza az egységeim. Már mindjárt. Hát, most már nem mennek haza. Hát a balti államok valóban felszabadultak. Ismét. Messze. Ja, hogy el szeretnéd érni Kijevet? El fogom érni Kijevet, már ne haragudj. Jaj, bocsánat. Miért nincs olaj? Eddig még volt. Ó, a románoknak van 100. Na, meg is veszük mindet. Volt.
Románoknak volt százolajuk egészen eddig a pillanatig. Yes! Amúgy meg így sincs. Na, Róma visszatért Olaszországhoz. Fú, amúgy már vagy 6 órája játszunk. Igen. Igen, és már amúgy abba akarom hagyni, de már... Már nem akarom, vagy hogy mondjam. Most már... Ha eddig szoptunk, akkor most már megcsináljuk. Még most már halljak meg, mi? Nyer. Jó, persze. Ilyen istentelen mennyiségben gyártom a puskát, de... Minden élen mennyiség elkopik. Egyszerűen nincs. De amúgy már más sincs, szóval... Kezdesz kimerülni, mondhatjuk. Kezd kimerülni az ipar. Az, nem, tehát egyedül a gyalog. A gyalog cuccok nem bírják. Meg a light tank, de hát azt tudok nézni, csak így mémből csináltam. Ne! Mémből csináltam! Volt 12 000 light tank, amit már nem használtam semmire. Gondoltam, jók lesznek még valamire. Hát végülis megérték a pénzüket. A semminél biztos jobbak. Volt egy Leningrád. Elesett egy fűszálban. Call of Leningrad. Minor Seedback. Valóban. Ez egy Minor Seedback. Jó, hogy 12 nap is. És nagy szarba leszek. Mi történik 12 nap múlva? Lejár az izé, az order. Tököm tudja mennyi. Ami azt csinált, hogy ilyen kurva nagy boostot kaptam a védelemre, ugye ezt akkor kapják a szovjetek, nem tudom hány százalékát elfoglalják a németek, és az most lejár, mert már olyan régóta háborúzunk. Oh. És az fájni fog. Az akkor biztos. Ez ilyen decision, vagy miből jött ez? Aha. De teljesítettem, amit ígértem, elfoglaltam Kijevet. Nézzük a jó oldalát ez a dolgoknak. Csináltál egy tankot? Nem. De ott van egy amúgy... tankot. Van egy tankom. Tényleg egy... csináltam egy tankot. Jó, hogy szólt. Elfelejtettem, hogy csináltam egy tankot. Harcol masszívan. Na, küldi neki. Full modern tankos tank. Az baj, mert... Azért is visszapusolsz, mert nincs puska az emberek kezében. Most megint jól visszament a front. Csak azért pusolnak vissza, mert nincs puska az embereid kezébe. Meg éjszakon azért jössz. Csak délen nem sikerült egy kicsit. Hát már délre most nem figyeltem egyébként, bevallom őszintén. Meg is lepett. Én meg éjszakra nem figyeltem, mert felbaszott, hogy nem tudok semmit csinálni vele. Jönnek a tankjaid, azok így átjönnek. Kész. Mindjárt leviszem őket hozzá délre, ne aggódj. De jó. Akkor én meg megyek éjszakra. Gyere. Komet mi, bro? Bra. A front is úgy szétnyúlik már, hogy van nyolkat. Nagyon... Nehéz. Nehéz ügy. Jó. Oh. Megölted a három tankomat, ami ott volt lent? Nem. Ha... Nem találkoztam velük. Azok még mindig ott vannak. Ja, hogy azok? Igen, azok még mindig ott vannak. Azokat nem tudtam megölni, bevallom őszintén. Ne! Hallod? Nézd, hol van ez a körbekerítés? Cserkasszi. Hol? A cserkeszik ja, ja, tényleg. Na, hát meg is történt. Na jó, én teljes. Haladom. Nem. Vagy én nem, nem tudom. Nem adhatod fel. De elég volt. El akar, figyelj, megölöm Romániát. Nem. De meg akarom ölni Romániát. Majd már megölheted. Egy köpése vagy. Kilépek és megölheted. Hát ott igen. Szerintem egy misi ember ott most meghalt, ezt rengeteg. Van, vagy nem tudom. 36 osztály. Viszont most már nincs is elég embered neked, hogy tartsd a frontot. Nincs.
Én nem most már amúgy... Igazából most azt kéne csinálom, hogy visszamegyek egy vizé mögé van. Jól védhető helyre. Ja, de nézd meg, az USA már az megszállt a fél országon. Jó, amúgy... Igen, Olaszországnak mindjárt kuka. Onnantól amúgy... meg jön rád alulról. Ez, hogy ott van vagy 100 egység a kibaszott franciáknál, ez így... Fú, ez nagyon odavágott. Pedig amúgy... Hát amúgy az, hogy... Királytigris van benne, javarészt. Azért modifikálva, meg párducok, azok is modifikálva. És azok már... Ahogy itt van, vagy 20 emberem a két tankot körül, és nem tudok velem mit csinálni. Egyszerűen megbasz. Igen, nekem bekerítenek. Az haza, az a tank amúgy az hazamegy. Tehát így... olyan a királytér is nem lehet bekeríteni, az hazamegy. Jó, Istenem. Na ezek hot pászírosai. Szerintem Berlinben fogunk találkozni azzal a tankkal. Most vonuljak vissza? Nem akarok visszavonulni. Megint? Nagyon el akarod kapni a románokat. Nagyon, meg baszom. Megy a királytink is a seggedbe, vigyázz. Ne, csak őt ne. Már küldöm. Figyelj, csak elintézem a dolgot a románokkal, aztán beszélgethetünk. Aztán visszaadod a területeket? Vissza én. Csak a románokat hadd basszom meg. Jaj, Istenem. Hú, az a tank, azt a kurva. Amúgy az ölhetetlen. Számomra legalábbis ilyen egységekkel. Jaj, Istenem. Azt a kurva. Hát átmennek mindenem, itt fing a gatyám. Ez brutális. Na ilyenek viszont nem voltak itt, nem? Vagy ha volt is, nem sok. Több kellett volna. Amúgy. Na, Románia! Ó, azt te még körbe kerítesz? Bassza meg. Régi Mánia. Tankkal végig mennél Románián. Egy jó nagy tigrise. Na hát... Az igazság, hogy neked Szevasztopolban voltak egységeid. Na, nem rá... tudok velem mit csinálni, egyszerűen megbasz. Mint az állatok, megbasz. Ez fájdalom, hogy két tankadosztály 18 hadosztályomat megöli. Egészen fájdalmas a tény. Tudod, mi a fájdalmas? Romániát nem fogod megölni. Nem. Nem hagyod. Buzi vagy. Egyszerűen buzi vagy. Hát buzi az ilyen. Na, és akkor jöhet a Super Heavy. Jöhet, csak már jönni nem nagyon tud. Jönni már nem tud. Királytigrisben még minimum 2500 raktáron, úgyhogy... Light tankból mennyire vagyok minuszban? Az már minuszos. Minuszos a buli? Ja. Minuszos a support equipment, az artillery, a puska, a fighter... A tankokból még mindig plusz több ezer vagyok, kivéve a lightot. De egyébként ez megérte, tehát... Ha van amiben megérte belefektetni, akkor ez a királyték is. Ez visszahozta az árát. Ó, az az egy kurva tank division, ami megint volt, az is megint körbe kerítetted. Megint bűl egy volt, az... Nem is mondok semmit. Szégyellem is magam egy picit. Ó. Hát egy harmadik front is létrejött ott éjszakon a partra szállásban. Semmi gond. Ó, igazából már egy negyedik is.
Igazából már megszámláltatlanul sok a front. Na jössz, Szevasztopolt amúgy szem már háromszor foglalta el, és most ha jössz, akkor te megint elfoglalod, nem tudom, anyadjára is. Tudod mit, megyek is. Nyomom neki. Honnan a picsába özönönök még mindig az embereid, mondd már meg. Így bekerítek 20-at és jön, 20 húlja helyére. Ez így van. Jó, azért a Stalin nem volt hülye, tudta, hogy mi a jó. Most ment le 24 új hadosztályom. Ó, oh, nyadd már meg. Na jó, én feladom. Elég volt. Elég volt. Hát szerintem ez jó meccs volt. Tehát ez... Amúgy igen. De azért ezt úgy számít, hogy nyertem. Hogy micsoda? Ez szerintem úgy olyannak számít, hogy nyertem. Nem. Csak hónapok kérdése lett volna, hogy megad magad. De nem általad. Az, figyelj, én jól el voltam, amíg az emberei bírják, végül is még csak 10-valahány millió halt meg, tökre nem vészes. Az mégis egy magyarországi ember pusztult ki, de nem gáz. És jöttek az újjak még így is. Hát jó. Jó van. Jó. Tudom, ez jó volt. Elfogadom a vereséget, elfogadom. Hogyha lett volna még 10 ilyen párducon, mondjuk a... vagy mi a faszom, királytik is, mondjuk nyugatra is, akkor... nem lett volna gond. Hát... még mindig van 8500 plusz medium tank, 2700 heavy tank. Ugyan puska az mínusz 85 000. De a tankok azok gurulnak.